St. James templom, ami most igazából csak át fog haladni, hiszen ez is olyan, mint egy átjáróház. Angliában nagyon érdekesen állnak a régi dolgokhoz, mindig próbálják hasznosítani régi emléktáblák, illetve festmények egykori vallási szereplőkről, a papokról. Sétáljunk tovább. Ez lenne maga a templom. Ide most nem megyünk be. És itt is mindenhol emléktáblák. Például Will Vivian, illetve egykori, akik itt lakhattak. Na, az ilyeneket szeretem, azért ezek nem mai dolgok. Lehet látni. 1693-ban, és 1707-ben haltak meg. Károly királynak a festője. Maga az emlék tábla is 1929-es. Sajnos nem lehet felvenni, kíváncsi lennék, mi lenne, mi lehet odaírva, ott pedig a királyi címmel látható, hogy mi lehet azokon az emléktáblákon. És át is jöttünk is, hát ez volt a St. James templom, aminek, ha már itt vagyunk, nézzünk kicsit körbe az udvarán.